Szeretettel üdvözlök benneteket. Ebben a videóban szeretnék elmondani egy-két dolgot, fontos dolgot, ami most történik. Szeptember 23-a után ugye véget ért az ötödik úgynevezett epoch, az a korszak, és elkezdődött a hatodik korszak. Nagyon sok minden jár ez. Egy nagyon-nagyon jó irányba halad a világ, tisztítják ki ezt a sok sötétséget, amit eddig nagyon-nagyon hosszú ideig ugye az emberi elme teremtett, és amit mi kint látunk a külvilágban, a politikai konfliktusok, belül az emberin a belső konfliktusok, csomó, ahogy említettem egy korábbi videómban, amikor egyedül szólóban adtam elő, hogy nagyon sok ember most nagyon feszült lesz, sokan meg fognak makkanni, és így tovább is. Erről szeretnék beszélni, hogy ezt hogy lehet megelőzni. Az a legnagyobb baj az emberiségnek, hogy mindig lusta volt, és rossz térkép szerint mozgott. És az igazi információt eddig, tehát a hasznos információt pofára höhögte, és félmegoldásokkal rohan tovább. Ez a félmegoldásos világ, ez az ego világa. Most, amire szeretném a figyelmeteket felhívni, az, hogy véget ért hivatalosan a 3D-s invertált antikrisztusi Matrix világa szeptember 23-2023-ban. Ez azt jelenti, hogy az égiek eltávolítottak olyan idősíkokat, olyan lehetőségeket, olyan energiákat, amik ezt az invertált 3D-s Matrixot fenntartották. Ezek az energiák már csak az emberi elmében, azaz a sejtemlékekben léteznek. És amit most látok kint, az egy cirkusz. Egy hatalmas cirkusz, egy hatalmas káosz, és rengeteg minden történik egyszerre. Ez olyan, mintha bedobtunk volna egy hatalmas nagy követ, mondjuk egy medencébe, és akkor a hullámok elmennek, szépen mennek, és a falról visszaerőd, de így csúsz, ilyen eszmetlen magasra úgy föl ugrik. Na az a lényeg, hogy itt vagyunk most ebben a fölfelé menő nagy vízcsebben, és azért van ez a rengeteg ijesztő történet. Ezeket hívom én idősíkoknak. Idősíkok annyit jelentenek, hogy lehetőségek, gondolatok. És november 15-éig van még úgynevezett ilyen ébredési idő az embereknek, utána elég durván, még durvábban be lesz mutatva, hogy ami kint van ez a cirkusz, az az elme, az emberi elmének a teremtése. Tied, enyém, miénk, közösségé, és az égék azt szeretnék végre felismertetni velünk, hogy ne ijedj meg tőle, csak csinálj már valamit. Tegyél már valamit. Ne siránkozz meg, ezt szenvedjél, meg tudod, jázd az eszed, meg a külvilágra mutogass, mert te csináltad, de én is. Tehát én is benn voltam az ökörkörben. Nem erről van szó. Az a lényeg, hogy a fény, a csillagmag, a csoport, ugye akikhez én beszélek, azok meg vannak állva egy olyan DNS kapacitással, egy olyan intelligenciával, hogy lehet, hogy nem esik jól először ezt hallani, de fel tudják oldani ezt a nem kívánatos, sok rossz energiát. A rengeteg idősík, ami most van, az, ahogy említettem, ez a több trilliárdnyi, meg ki, nem is tudom igazán a szót, hogy ez az összes ember, aki eddig élt a Földön, annak a mentális kivetítése, és ugye tavaly volt a visszatérés éve, és most minden megjelenik egyszer a szemünk előtt, olyasmi, mikor a Neo a Matrix filmben rálátott az összes képre. Ez minden képernyő ott egy ilyen idősíkot a szimbolizál. És akkor ezekben az idősíkokban, ugye akkor ott van a WHO, ugye azt hiszem, így mondjuk WHO, igen. Akkor ott van a hüllők idősíke, akkor itt van a vakcina idősík, a harmadik világháború idősík, a világ vége idősík, a természetes katasztrófák idősíkja, van a vírus idősík, a pénzvilág és a tőzsde összeomlása, vannak proféciák és jóslatok, ezeknek is van egy idősíkja. És van az emelkedés idősík, van egy teremtői egység idősík, teremtői teljesség időség. Az a lényeg, hogy ezek olyasmik, ha lehet így fogalmazni, mint különféle vonatok és szerelvények arra várnak, hogy indulhassanak. És most az emberek mentalitása szerint, amiben hisznek, meg amiben
az elméjük rezeg, azt a vonatot meg azt a szerelvényt fogják kiválasztani. És ami nagyon fontos itt tudni, az, hogy ami most kimarad, az minden csak nem szép. Az nem kívánatos. Persze, aki kitakarította az elméjét, azokkal csoda történik. Ahogy velem is, meg Ulival is, meg egy páratokkal, hála Istennek. Mindnyájunknak rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy csodákban legyen részünk, és csodákat tudjunk tapasztalni, viszont az egyenes arányosságú van, hogy mennyire takarítjuk ki ugye a belső világunkat. És amire szeretném a figyelmeteket felhívni, és ezért csináltam a kurzust, hogy ha gyorsan ki akartok szállni a nem kívánatos eseményekből, akkor oldjátok fel a belső traumákat, ezeket a belső őrjöngéseket, a belső konfliktusokat, amit úgy is hívtam, hogy jelentős érzelmi események. Majd mondok még egy pár részletet, hogy még mi folyik itt, hogy az elmei alstruktúrában, ebben a tudattalomvilágban, hogy mi az a sok finom energia, ami ezt a hatalmas káosz, meg ezt a hatalmas a robbanást teremtette. De az a lényeg, hogy most, hogy van ez a sok időség, ki mibe hisz, most akkor elkezdték megint ugye tolni ezért a Covidot, meg a vakcinát, meg ez, meg az. Ezek lépcsőfokok, és az embereknek meg kell tapasztalni őket. Ha nem tetszik az érzés, akkor azt kell csinálni, hogy feloldod az elmédben. Azért adtam át ezt a sok technikát. Használd a nagy technikát, az ány technikát, a test asszociációs technikát, adtam a meditációkat, mert az embereknek szüksége van nagyon komoly és nagyon profi segítségre. És ami nekem megadatott, amiben én szerencsés voltam, hogy nekem volt időm, és ez azt jelenti, hogy én 13 plusz évig ugye magamon dolgoztam, több millió réteget fedeztem fel, a Jedik tanítottak, akkor kiraboltak engem, akkor azt meg kellett oldani, meg kellett tanulnom az energetikáját, hogy miért történt. És akkor tanultam meg ilyen idősíkokat mozgatni a mentorokkal, hogy úgy állítsam be a világomat és a világot, hogy az mindenkinek kedvező legyen, és ilyen ne történhessen meg. És ez mindnyájatok számára az rendelkezés áll az erő, csak ez az erő természetesen, ez kompromisszumos szituációban van belőle az elmén, ez meg van tagadva, ez konfliktusban van, és az a lényeg, hogyha valami zavar, ha valami félelmet kelt, vagy szorongást kelt, az nem baj. Az a baj, ha nem csinálunk vele semmit. És most nézzétek meg, hogy mi az, ami bennetek félelmet kelt, és ez a legnagyobb kihívás az embereknek, hogy nem tudják, nem is veszik észre, ha félnek. Nem is veszik észre, ha nem tisztán és szívből gondolkodnak. Az a lényeg, hogy fel kell ismerni, és rögtön elkapni, ha valami fején, és feloldani. Nekem volt még időm oldani. Én rengeteget utaztam az Egyesült Államokban, vezettem, és ahogy jöttek fel dolgok, én felmondtam a telefonra, és aznap este megcsináltam. Ezt javallom nektek is. Nagyon sok ember vár. Majd jövőre. Nincs jövő. Most. És ahhoz, hogy az új világba tényleg eljussunk, és normálisan, és egészségesen, muszáj ezeket a konfliktusokat magunkon belül feloldani. Beszélnék egy kicsit a proféciákról és a jóslatokról is, mert nagyon sok ember, ahogy nézi a világot, ugye mondja, Nostradamus mondta, meg Edgar Casey mondta, meg megjósolta. Na az a lényeg, hogy amit ezek az emberek megjósoltak, és azt mi hisszük, azt mi teremtjük aktívan. Ez nagyon fontos tudni. Az emberi elme, amiben mi hiszünk, azt mi megteremtjük. Nem azt mondom, hogy ne higgyetek először benne, vagy ne hallgassátok meg, mert az egy futás és megfutamodás lenne, de hogyha úgy érzed, hogy Nostradamus mondta, hogy eljön a világ vége, blablabla, akkor azt te tudod semlegesíteni. Minden jóslat, minden ilyen proféciának van egy olyan titka, hogy csak abban az adott pillanatban igaz. Meg tudjuk változtatni a gondolkodásunkat, meg tudjuk változtatni a véleményünket, és meg tudjuk változtatni az energiánkat, és ezáltal a teremtést. Tehát, hogyha azt mondja Nostradamus, hogy
ez meg ez fog történni, és az ijeszt, akkor tanuld meg azokat a hiedelemoldó technikákat, és old fel, hogy semleges legyél irányában. A rengeteg katasztrófa, természeti katasztrófa, a vulkánkitörések, a cunámik, földrengések, amik most történnek, az azért van, mert az emberek hanyagok voltak, és nem takarították ez elméjüket. Az egyes dimenzió, amiből mi szándékosan meg lettünk szakítva, az bennünk egy szeparáció, és az a természettel való kapcsolatunk. Ezt nem lehet faölelésekkel, meg virágültetésekkel pótolni, ez egy belső elme integrációs lépésen kell lehet csak pótolni, és bármikor az ember ugye kiment a természetbe, szomorú volt, bánatos volt, a szíve össze volt törve, és akkor nyomta el ezt a gyógyulatlan, traumatizált energiát, és a természet azt mondta, hogy elég. Neked kéne az elméden keresztül felengedni a fénybe, és nem be a földbe. És akkor most a föld anya, mivel az emberek nem voltak hajlandók kitakarítani az elmét, most azt mondja, hogy oké, bum, én kitakarítom. Ezt meg tudjuk előzni, és le tudjuk csillapítani úgy, hogyha az ember kiüríti a búráját. Oké? Erről beszélünk. Üríts ki az elmédet, old a traumádat, és a föld meggyógyul. Mi vagyunk a föld meg mi. Csak ez nem evidens, mert az első dimenzió az elménken belül az még szeparat. Párotokkal már csináltam az integrációs gyakorlatot, tehát már érzitek, hogy mennyire fontos. A Szonyával is csináltam egy interjút a trauma sorozatról, az egyik a természetes katasztrófák. Aki belül integrált és az első dimenzió integrálva van benne, azzal nem fog történni katasztrófa. Ennyire félelmetesen erősek vagyunk, csak hát persze nem beszéltek sokan, meg ugye az embernek is megvolt a maga a butasága, meg arrogancia, és mindig pofára ölte az igazságot. Na mindegy, ennek vége, ahogy mondtam, és az a lényeg, hogy ha bármi feljön, korrigáljátok, és az a lényeg, hogy semlegesítsétek az érzéseket. Ez nem, a semlegesség az a krisztusi tudatosság, az nem azt jelenti, hogy nem érdekel, hanem hogy nem visz ki a balanszodból, nem üt ki az egyensúlyodból. És amikor ebbe a szituáció vagy, akkor nincs érzelem, nincs rezgés mögötte, és nem történhet veled semmi olyan, ami mögött nincs rezgés. Ezért fontos. Ez egy olyan, mint egy szoftver program, hogy ami mögött van feeling, és vibráció, vagy rezgés, az meg fog történni. Hadd szóljak be ide egy fontos kijelentés, mert nagyon sok embert, nagyon félrevezettek a hamis proféták. Neville Goddard, ugye még a 60-as években egy szolár tudatossági volt, mert ember volt, egy fantasztikus Jedi volt. Van a Christ Consciousness, a krisztusi tudatosság, a Soul Christ Consciousness, a Solar krisztusi tudatosság, és Soul Consciousness. Sefrat van még nagyon sok. A Neville Goddard a Soul volt. Ő azt mondta, a Neville Goddard, hogy the feeling is the secret. Ugye a feeling az a titok. És ez így van, csak a legtöbb ember, meg az ego világában, az antikrisztus világában ez teljesen összekeverte, mert tudatlan volt. Az ego a gyógyulatlan szívben már nem hagyja, hogy érezzünk, mert az lenne a true feeling, az igazi feeling, az a sensory feeling, és akkor az ego azt csinálta, hogy agyból és gyomorból éreztünk. És ez a feeling, ez nem ugyanaz, mint a szívből jövő feeling, ez az isteni a kapcsolódás, és ez a sensory, ez a heart feeling, ez a szív feeling. És az a baj a legtöbb tanításban, hogy mindegyik ilyen doktor szinten mondja már, miután átment egy millió lépcsőfokon, és az emberek nem tudják, mivel nem mentek át a lépcsőfokon, és félreértelmezik. A legtöbb ember, ugye, aki a 3D-s világban volt, és az antikrisztus mátrixában volt, mi mindnyájan, tele van az elménk, a sejtemlékenk, olyan rossz, félrefordított, félreértelmezett és be nem fejezett történetekkel kell, amit be kell fejezni. A legtöbb ember ugye agyból próbál érezni, és gyomorból, mert a szíve össze van törve. Párotokkal már dolgoztam a szívtörés traumáján, és van egy párotok, aki bent van az amerikai a training kurzusomban is, az expert coachban. Ott majdnem 2,5 órát töltöttem a szívtörés traumáján, hogy milyen smucigén egotrükkök vannak, és milyen kifinomult energiák vannak alul, amiről a legtöbb ember nem tud, és ezért van ez a nagy cirkuszként. Tehát tényleg, ha ismeritek a belső elme programját, akkor csoda, hogy élünk. Tehát olyan támadások és öntámadásokat intézünk a világ ellen és magunk ellen, és az a lényeg, hogy meg kell gyógyítani a szívünket, és úgy transzendálni, vagy transzendálni, azt hiszem, így mondják, az egót,
hogy ne agyból, meg pocakból, meg gyomorból érezzünk, hanem tényleg szívből. Mert az az igazi feeling, de ahhoz nem fér hozzá az ember, amíg komolyan át nem, tüzetesen át nem vizsgálja az elmét, és meg nem gyógyítja a sok traumáját. Most 23-án ugye kikapcsolták az antikrisztusi mátrixnak a metronómiát. A sumár rezonancián is láthatok ilyen fehér függőleges csíkokat, és ez egy kicsit olyan furcsa érzés váltott ki az emberekből, mert hát hozzá voltunk szokva bizonyos dolgokhoz. És bármikor megszokott dolgok idézőben eltűnnek az életünkből, mint most, eltűnt egy idősig, akkor olyan hiányérzetünk van, olyan mehetnénk is, meg úgy valami ismerős eltűnt. És ilyenkor kell egy rövid idő, amíg integrálódunk és megszökjük az új szituációt. Ami most még intenzívebb lesz, november 15-ig, és utána még inkább felgyorsul a világ, és minden csak a mentális, az elmei síkon tudsz majd korrigálni, hogy nagyon kell most figyelni, hogy miben hiszel. Most nagyon sok ember nem tudja, miben hisz, mert ez egy tudat alatti, de ha hiszel a WHO-ba, akkor ott találod magad. Ha hiszel ebbe, meg abba, többen sok izébe, dolgok nem konteós teóriák, mert ezek mind valósak voltak, csak az ember felelőtlen volt és ostoba. És nem fogta fel, hogy mindent ő teremtett az elméjével. Az a lényeg, hogy egy magasabb síkról, és higgyétek el, én is átmentem rajta, mindezen a lépcsőfokon, több millió lépcsőfokon, hogy már a gonosz nem létezik, már hüllők nem léteznek, már a Bill Gates, mert már rég halottak, a Orbán, már rég, ezek mind klónok. Okay? Már mindegyik ki lett nyírva, a gonosz minden el lett távolítva. Az egyedüli gonosz, ahol létezik az emberek elméjében. És ezért kell nagyon komolyan venni ezt a belső tisztítást, mert amikor azt kitakarítjuk, akkor nem teremtjük újra, nem kreáljuk újra a nem kívánatost. Megismétlem magam egy picit, mert ez fontos, hogy amit most látok itt, ez a cirkusz, politika, meg háború, meg minden, ez csak azért, mert az embernek ez van az árvilágában és a hirdelem világában bent, semmi gond, old fel. Engedd el, semlegesítsd a hirdelmeidet, old fel az árnyaidat, találj békét, közd, vagy kapcsolj vissza a teremtőhöz, és akkor meg leszel védve. Jó? És mondanak, szeretnék még valamiről beszélni itt, és akkor ez az a záró a rész, hogy ami most nagyon-nagyon dominánsan fog megmutatkozni, mint egy nagyon rossz emberi minta, az a manipuláció. Beszéltem a manipulációról a kurzusomban, a magyar kurzusomban, a Visszlátszorongás Hello Új Élet kurzusban, és az ember egy nagyon manipulatív lény. Nekem még a mentorim évekkel ezt mondták, hogy az ember a legmanipulatívabb és leghazugabb lény az omniverzumban. Nem univerzum, omniverzum. És ez azért van, mert a hazugság és a manipuláció az egy olyan szerves rész lett az életünknek, mivel a túlélési stratégiáknak volt egy szerves része, hogy nem is tudjuk, mikor csináljuk. Tele nyomták az elménket olyanak, hogy mondj igazat, és betörik a fejed. Na most azután ez egy hiedelem, ez egy megfontolni való, ez egy neurológiai asszociáció, és akkor mit mond az ember? Akkor nem mondom ki az igazat, inkább csöndben vagyok. Na most aki csöndben van, de tudja az igazat, ugye aki bűnösök köz, cinkos, aki néma. Pontosan azt hiszem így van. És eddig ez elfogadott volt. Szemet hunytunk a dolgok felett. Nem szóltunk. Amikor beszóltunk, abból meg bűntudat jött, mert annyira tele vagyunk düvel és feloldatlan traumákkal, hogy kijött ez az eszméletlenül nagy nyomás, mint a pesgős palacban a feltöltött nyomás, utána meg bűntudatunk van. De csak azért van bűntudat, mert feloldatlan ego programok vannak. Na, tehát tudjátok, hogy ki kell fejezni dolgokat, különben a szónyelvis beszéltük, hogy mikor elnyúlunk, amikor rá keletkezik, ki kell fejezni, de annak van egy megfelelő üzemmódja. A fénynek eljött az ideje. Itt a mi időnk. Eddig el voltunk nyomva, eddig kiröhögtek minket, mivel a sötétség volt a domináns. A sötétség az tényleg csak egy rengeteg ego program. Butaság, feeling, félés, gyávaság, és stb. Stb. Jó? Most beszéljünk akkor a manipulációról. A manipuláció, ahogy említettem, az egy túlélési stratégia, és traumákhoz vezet.
nagyon komoly traumákhoz vezet. Cserbenhagyáshoz és szívtöréshez. És jó tele nyomták a kobakunkat mindenféle rossz hiedelmekkel és rossz asszociációkkal. Például a Robin Hood története. Ugye milyen büszke a Robin Hood, hogy ő kirabolt, lopott valakitől, akinek volt. És ezt ünnepeltük évszázadokon át, hogy ünnepeltük a tolvajt, ünnepeltük azt a karaktert és azt a viselkedést, azt az energiát, hogy lop attól, akinek van. Most elmondom a titkot, ez mihez vezet? Szegénységhez és eszméletlen hiányhoz. Tehát a mi állam nem volt kis, piskóta, meg kispályás, hiszen mi bedőltünk ezeknek a programoknak. Azért mondom, hogy ki kell üríteni az elmét, el kell felejteni, semlegesíteni kell ezt a sok tündérmesét, meg ilyeneket, olyanokat, mert teljesen félreprogramoztak minket. Nagyon sokat láttam én is Amerikában és Magyarországon, persze az ember, hogy akinek valami szinten nincs, ez mindig attól próbál kunyízni, meg megtámadni attól, aki van. Láttam sok kommentet is a YouTube-on, hogy mert a gazdagok, meg a gazdagok, mi bajod van a gazdagokkal? Ha bajod van a gazdagokkal, akkor te szegény maradsz. Ennyire rossz programok szerint működünk. Ne a gazdagokra haragudjál, hanem magadra, mivel nem tudod, hogy kell gazdagnak lenni. Takarítsd ki a búrádat, oké? És a fény, aki a teremtővel van, muszáj visszaintegrálni magunkat, az bőségben fog élni. Olyan bőségben, hogy ezt nem is lehet leírni a háromdimenziós mátrixi nyelvezettel. De csak akkor, ha minden aspektusunkat integráltuk. A manipulációra visszatérve nagyon fontos azt tudni, hogy a nőknek volt egy olyan idézőjelben titkos feladatuk eddig, hogy nekik kellett magukon dolgozni. A nőknek volt az a hozzáférhetősége, hogy érzelmi hozzáférhetőség, amíg a csábok macsóztak, meg csinálták a magukkal a dolgát, addig a nőknek volt adatott egy olyan lehetőség, hogy magunkon belül megismerjék az önvilágot, persze rettenetes hiányosságok vannak a coaching a világban, de az a lényeg, hogy a nőknek eddig volt ez a nagyon nemes feladat, hogy meggyógyítsák magukat. És akkor itt a trükk. A nőknek a felső bényük az férfi. A férfiaknak a felső bényük a nő. És a nőknek ugye most már integrálták magukban az érzelemvilágot, és elvileg meg kellett, hogy barátkozzanak ugye a férfi aspektusokkal, a férfi árnyakkal, a férfi világgal, és ahogy ezt a integrálják, most meg tudnak jelenni úgy a közösség színpadán, hogy segítsenek a férfiaknak is ezt az elég nagy kihívást elkezdeni áthidalni. Mert most, hogy a férfiaknak is a mágneses pólusváltás után megjelent egy nagyon-nagyon intenzív, szinte egy értetetlenül elnyomó érzelemvilág, az a női oldal, a nőknek van most meg az a háttere, képzése, hogy ezt felfogják, értik és tudják segíteni a férfiakat is. Ez egy kicsit ilyen invertált logika, mert ugye a nő azért titokban arra vágyik, hogy a férfi vezesse őt, semmi gond, megoldódik minden, csak most ez volt a teremtői terv, meg az isteni terv. Viszont itt a baj, hogy a nő egy nagyon manipulatív lény. Sokkal manipulatív a legtöbb nő, mint a férfi. És ennek vége kell, hogy legyen. Az ember nem is veszi észre, hogy milyen manipulatív. A manipuláció egy nagyon-nagyon veszélyes valami, mert az érzelmi zsarolásra jár. Amikor az ember bűntudatot próbál a másikból kicsalni, vagy teremteni, az manipuláció. Amikor az ember nem őszinte, az manipuláció. Amikor az ember játsza mondd már, minek hívják, a victim. Az áldozatot, az egy manipuláció. Az egy erőtlenség, manipuláció, az ego, azaz az antikrisztus hibáztatja a teremtőt a mi gyengeségeinkért. Ennyire durva világban vagyunk, oké? Okay? Magunkon tudjuk csak ezt integrálni. Magunkon keresztül, ami eddig a külvilágban volt, azért adok nektek így a precíz lépéseket, hogy lássátok, hogy ez teljesen sokkal mélyebb és sokkal vadabb világ, mint az ember tudta. Jó? Fel kell oldani a belső egóügyöngésünket, visszafogadni a teremtővel való kapcsolatunkat. Jó? Tehát itt a fény ideje, de a fény csak akkor marad fény, és akkor tud igazán ragyogni, hogyha feloldja azokat az energiákat magunkon keresztül, amik feljönnek. Én nem szeretem azt, amikor az emberek azt mondják, hogy ez nem az enyém. Ki jött rajtad, akkor a tiéd. Ez egy felelőtlenség.
Emlékeztek még az előadásomban, mondtam, hogy a legalul DNS árnyunkban az egyik DNS árnyunk az, hogy a felelősség elhárítása. Pont ezért vagyunk ilyen rosszul. Felelőtlen, hanyag, tunya gondolkodásért. Oké? A fénynek megvan erre a kapacitása, megvan az ereje, és arra kérlek benneteket, hogy vegyétek komolyan. Jó? Én Amerikában most már nagyon régóta tanítok. És ugye most, hogy Magyarországon megjelentem, azért ez egy fantasztikus jó dolog, én nagyon büszke vagyok, hogy ez így összejött, hogy mennyi a krisztusi vérvonal a Magyarországon. Itt Amerikában elég sok fraktál van, és a fraktálok azok már elég jó távol vannak a krisztusi vérvonaltól, más a DNS kapacitásuk, más az intellektuális kapacitásuk, tehát a magyaroknak eddig nagyon-nagyon-nagyon jó benyomásom volt, és úgy érzem, hogy látjátok és értitek. Jó? Azért mondtam ezeket a részleteket, hogy tudjátok, hogy van, ami van. Ez van, felnőttek vagyunk, de viszont tényleg rá kell feküdni, és ki kell takarítani a búrát, mert a búra, az elme, az teremti azt a nem kívánatos világot, vagy a kívánatos világot, amit még ezen szeretnék. Jó? Nézzük még, mi van. Oké, tehát a manipulációról beszéltem. Nagyon fontos, több tízezer manipulációs minta van, és stratégia van az emberben. Én ezt átlátom, kihallom, én nem vagyok, mert röntgengépen egy millió rétegét látom az embernek. Ez a manipulációs mintázat, sorozat, ez elfogadhatatlan lesz az új földön. Ez a félig kimondott szavak, ezek a, nem is tudom, nem akarok belemenni most a szívtörés traumájába, de azok, akik átmentek ezen velem, vagy tanulták, látják, hogy azért eszmélet, hogy milyen szinten zsaroljuk a másikat, fenyegetjük a másikat, büntetjük a másikat, és ebből jön ez a sok-sok rossz, sok-sok háború. Oké? Nézzetek magatokba mélyen, be fogok tenni a vízlátszorongás, meg két új videót, magyarázó videót, és hamarosan kezdjük a közösséget is, ahol lehet kérdezni és felelni. Most ennyi volt, és akkor szeretettel búcsúzom, és további szép napot, szervusztok!